Rejtő Jenő, Vesztek Zára Grand Hotelben. A Bali csoporthoz tartozó kis Lagonda sziget 3 év előtt még ősi ismeretlenségben virult Jáva délkeleti csücske közelében. Voltak éppen Kund Wolfgang, a híres festőművész idézte elő a szerény kis sziget konjunktúráját azzal, hogy egyik képét a másik után festette Surabajában, de újabban egyre kevesebbet adott el műveiből. Amíg felesége élt, minden másképp volt. A feleség egy cukoriparos leánya. Szép volt, finom és kedves, és rendkívül kancsal. A festő azonban nem a külsőt, nem a bolondos ifjúság múló céljait kereste az élettársban. Művész volt. Más az, amiért egy ilyen ember lelkesül. Elvette a nőt, mert amiről ihletett műalkotásai után álmodozott, azt megtalálta ebben a házasságban. A gazdag apóst. A kancsal, de finom lelkű hölgyatja ugyanis Buitenzorg pénzelőkelőségei közé tartozott. Az atya igen rossz szemmel nézte a művészt eleinte, de végre is beleegyezett a frigybe, miután a leánya még rosszabb szemmel nézte a művészt. Annyira rossz szemmel, hogy jobb vőlegényre nem is számíthatott. A gazdag festőt ezután felfedezték a hírlapírók, és híressé kürtölték. A hitves azonban egy napon örök álomra hunyt a kétféle szemét. A hozománynak persze ekkor már nyoma sem volt, és az atya minden közösséget megtagadott a vővel. Wolfgang olyan nyomorba jutott, hogy egy napon hitelezői elől átúszott a közeli kis Lagonda szigetre, és remete lett. Rövid bölcs elmélkedés után azonban meglepően világias gondolatai támadtak. Nem éppen remetéhez méltóak. Ilyen gondolat volt például, hogy ezen a helyen milyen világhírű fürdőtelepet lehetne létesíteni. A közeli Balit is mennyire felkapták az utóbbi időben. Beszélni kell a királlyal. A sziget belsejében ugyanis egy vad benszülött törzs lakott. A vadak ilyetten félrehúzottak házaikba a félmeztelen szemüveges európai elől. Itt kereste fel Nalaya királyt, aki a sátra előtt egy teljes komforttal berendezett pocsolyában ült. Civilizált benszülött volt, mert valamikor egy angol teherhajón mint fűtő dolgozott. Ezért tisztelte is a kis csoport vad maláj, akiket egy napon azzal a meglepő hírrel keresett fel, hogy ő a királyuk. Csak egy benszülött kérdezte, hogy mire alapítja ezt a feltevést, de annyira megverte az illetőt, hogy a többi készséggel elfogadta a fait accompli-t. Amikor Nalaya király meglátta a szőke, rákvörös festőt közeledni, leereszkedő nyájassággal böfögött feléje. Wolfgang már tudta, hogy mit kell tennie, ha eredményesen óhajt tárgyalni. Ajándékot hoztam neked, malájok fejedelme. Nem baj, csak szép legyen, felelte Nalaya király. Wolfgang átnyújtotta benszülöttnek egy ultramarin kéket, mert ez a kedvenc színe volt, és többet is tartott belőle a készletében. A maláj megnézte. Az ajándék szép, de már ettem ilyet. Mit kívánsz, csúf öreg idegen? Ide hallgass, király! A szomszéd Bali szigetről regényeket írtak, és azóta a benszülöttek gazdagok. Miért is ne utánozhatnád ezt a példát? Nem tudok regényeket írni, és a népemnél sem vettem észre ilyesmit. A regényt más írná, és te meggazdagodnál. Tudod te, mi az a reklám? Még nem ettem. Nem enni való. Elmagyarázom neked, hogy mi a reklám. Az emberek szeretnek örülni, én festő vagyok. Értem, ez a reklám. Nem. A reklám az, ha bebeszéljük előre az embereknek, hogy valaminek örülni fognak. Én festek a szigetről, az újságírók írnak, és a vállalkozók elhiszik. Ezt úgy mondják, hogy fürdőhely. A turisták vad fehér törzse, amely a Bédeger nevű istent imádja, ellátogat ide. Ezt hívják konjunktúrának. Kis Lagonda fürdőhely lesz. Ő felsége gondolkozásba mélyedt. A tip nem rossz, mondta azután fűtői múltjából hazajáró kifejezéseinek egyikével. És hozzáfogtak. Wolfgang visszaúszott Jávára, és akcióba lépett. Néhány tájékozatlan újságíró, nem tudva, hogy a gazdag vő félmeztelen remete lett, elfogadta az új megbízást. Hatalmas cikkeket írtak Wolfgang Kislagondán festett képeiről, az egzotikus sziget vadharcosairól, szelíd leányairól és egyéb különlegességeiről. Majd egy uzsorás megépítette az első tejcsarnokot, és a többi ment magától.
Kislagondát felkapták az Indiába látogató milliómosok. Megépült a Grand Hotel, később a Miami Grill, majd a hatalmas strand. A kis déltengeri sziget híre milliós filmek és filléres regények szárnyán terjedt, és sorra épültek a szebbnél szebb villák. A Grand Hotel a szigettenger legelőkelőbb és legdrágább szállója volt, egy márvány és selyem álom. Kitűnő személyzet, csodálatosan bútorozott szobák, bár, étterem és jachtkikötő. Itt történt, hogy az egyik lakó bubópestisben megbetegedett. A Grand Hotel vendégeit mégsem lehet karanténba szállítani, tehát elrendelték a vesztegzárat. 3 hétig egy lélek sem hagyhatja el a Grand Hotelt.